kívánom azt, hogy érezzétek itt magatokat az online térben is jól, és egy kicsit még közelebb kerüljön hozzánk Mészöly Miklós. Így köszöntötte a versenyzőket a Szekszárdi Garai János Gimnázium igazgatója az online térben. Imre Lili, az iskola döntőbe került csapatának tagja, idén hallott először a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyről, és rögtön élt is a lehetőséggel. Az én magyar tanárnőm, Erdinger Ferencné mondta nekem ezt a versenyt, és mondta, hogy ha szeretnék, akkor szervezzek egy csapatot. Úgyhogy igazából a barátnőimet választottam a csapatba, akikkel úgy gondoltam, hogy jól tudok majd együtt dolgozni. A csapat harmadik tagja Németországból vesz részt a megmérettetésen, de mivel a vírushelyzet miatt digitális formában rendezik meg a versenyt, ennek sem volt akadálya. Az online oktatás során gyakorolni tudtuk, hogy működik ez az internetes kommunikáció, úgyhogy szerintem jól meg fogjuk oldani. Rajos Judit, a Szekszárdi Gimnázium igazgató helyettese, a verseny főszervezője úgy nyilatkozott, nagy próba elé állították őket a pandémia miatt bevezetett intézkedések, de a szervezőkkel igyekeztek mindent kihozni az új helyzetből. A döntő egyik fő feladata az volt, hogy a versenyző csapatok kijussanak egy online nyelvészeti szabadulószobából. Próbálunk minden évben olyan feladatokat, nyelvészeti feladatokat kínálni a diákoknak, a fiataloknak, amely valóban elnyeri a tetszésüket, és úgy látjuk ezt, mivel most már 11. éve újra és újra meghirdetjük a versenyt, és van szép számmal jelentkező is a versenyre, hogy talán célba is talál a szándékunk, a törekvésünk. Idén 27 csapat jelentkezett a versenyre az ország különböző pontjairól. A döntőbe 6 társulás jutott be, Kaposvár, Budapest és Szekszárd városokból. A feladatok több ponton kapcsolódtak a Tolnai megyeszékhelyhez. A döntőben nem csak a tárgyi tudásukról és a nyelvhasználati készségükről kell a diákoknak tanúskodni, hanem bízunk abban, hogy a kreativitásukat is meg tudják mutatni, és hogy egy nagyon jó hangulatban eltöltött napot tudhatunk ma magunk mögött. A délutánig tartó verseny győztese a budapesti 7. kerületi Madách Imre gimnázium csapata lett, a szekszárdi Garai János gimnázium 2 ponttal maradt le a 2. helyről.